Ahogyan Csengés felvezette, ismét főzéspercek. Szia, Zali! Szia, szia, szia! Ahogy látom, már valami édes fog készülni. Mesélj róla, mit honnan készítünk. Gondolod? Csokoládéból lehet sósat is készíteni. Na, hát így van. Arra gondoltam, hogy még benne vagyunk a szezonban, és már veled is készítettünk sokféle fajta fánkot, tehát volt ugye gurulós fánk, volt sima farsangi fánk, talán csörögefánkot is készítettünk, és most arra gondoltam, hogy egy kicsit tekintsünk ki a nagyvilágba, ugyanis sokan azt gondolják, hogy a fánk az csak magyar és csak a miénk. Nem igaz, mert számos országban, tehát mondhatni azt, hogy nemzetközi maga a fánk, tehát számos országban lehet készíteni, lehet kapni. A tematika majdnem ugyanaz mindegyiknél, de azért mégis van benne egy-két csavar. És most talán, ahogy nézegetem mostanában a különféle oldalakat, és azt látom, meg a vásárokban is, tehát nyáron is elég sokszor találkoztam vele, a spanyol fánkkal, a churrosszal. Ez jó lesz. Úgyhogy ezt fogjuk ma elkészíteni. Nem nehéz, de nem is egyszerű, mert ugye ennek van egy alapja, ez az égetett tésztafánk, és ezt le kell égetni, le kell resztelni, ezt szakmai nyelven resztelésnek hívják. Majd meg fogom mutatni, hogy amikor már ott tartunk, hogy körülbelül hogy kell majd magának a tésztának kinézni. Aztán egyesével kell, azért is tettem külön a tojásokat, hogy egyesével tesszük bele majd a tojásokat, és készítünk hozzá egy csoki mártást. Én most a legalap mártást gondoltam elkészíteni, végülis egy csoki ganás, mivel hogy ugye frissen fogjuk enni, tehát nem lesz ideje arra, hogy megkössöm, és akkor ehhez majd ugye a tejszínt fel kell melegíteni. Na, nézzük először is az alaptészt, a víz, zsíradék, én vajat használok, illetve liszt megy majd bele, meg egy kis vaníliás cukor, és akkor ezt először fel kell forralnunk. Akkor forraljunk. Nyolc deka vaj, és meg kell várnunk, ezt most csak a fakanalat azért teszem bele, hogy leolvadjon majd róla a vaj. Meg kell várnunk, míg felfor, elolvad maga a vaj, és nem kell, hogy elérje azt a forráspontot, jó? Tehát erre kell figyelnünk, inkább az, hogy elolvadjon maga a zsíradék. Folyamatosan kevert, addig csinálod, amíg azt nem érzed, hogy így egy ilyen nagy gömbé össze nem áll az egész, és nézzed, hogy és tedd a tűzhelyre, úgy, és folyamatosan figyeld, hogy a fehér liszt, tehát a vizet vegye föl. Jó? Akik sokszor nem szeretik a képviselő fánkot elkészíteni otthon, azért nem, mert hát nem biztos, hogy feljön. Na most itt biztos, hogy nem lesz ilyen, ugyanis ezt majd ugye olajban fogjuk kisütni. És akkor most jön az, hogy egyesével, és akkor itt szokták általában elrontani, hogy zúgy beletesszük a tojást, ennek a tésztának fel kell venni magát a tojást, tehát ezt addig kell kevernünk, amíg fel nem veszi egyesével a tojást. Amikor felvette, jön a következő tojás. Uh-huh. Ugyanúgy meg lehet robotgéppel is csinálni, tehát kézivel is, vagy akár beletenni az üstbe, és akkor úgy
Napt is fontos, hogy ugyanúgy egyesével. Így van, addig, amíg fel nem veszi a tészta. Most már egy kicsit keményebb, úgyhogy én szerintem át fogok váltani egy kis elektromosságra, mert sokkal egyszerűbb lesz. Hát egy, igen, egy kicsikét, kicsi a tál. Na, maradjunk ennyiben. De egyébként még eszembe jutott valami. Igen. Mindig mondod, hogy az édeshez nem egy kis só. Nagyon jó, hogy kérdezed, mert tettem bele, csak már én a lisztbe raktam sót, és azért nem, de ez tök jó. Nem kell annyi olaj, mint a farsangi fánknál, a hagyományos fánknál, ugye ott azért bőolajba kell sütni, meg le kell fedni, meg minden, hanem itt egy ilyen két-három újnyi bőven elég lesz. Most föltettük melegedni, közben, hogyha hozol egy keverőlapátot, meg egy ollót majd, akkor áttesszük egy csillagcsöves habzsákba, ilyen egyszer használatos habzsákba, áttesszük a krémet. Ugye ennek is van egy technikája, hogy mintha a poharat fognád, és erre húzod rá a kezedet. Nem kell teljesen felforralni, tehát lehet látni, hogy már kezd gőzölögni, de még nem forr. És akkor, ahogy összedaraboltad a csokoládét, erre ráöntjük, és semmi más nem kell csinálnod, csak szépen elkevergetni. Nézzünk egy próbát, ezt pedig úgy tudjuk megcsinálni, hogy a késnek a hegyére teszünk egy kis tésztát, és belerakjuk, és nézd meg, látod, hogy kezd sisteregni? Na, ilyenkor jó az olajunk. Ezt eltörted, Tiki. Jaj. Most meg kell enni. Nagyon jó. Na hát még sül a maradék, de nagyon jól néz ki már most. Nagyon, így. Bizony. Ugye már közben meg is kóstoltuk egy picit, de akkor most egy kis de így a csokival. Tök jó.
Jó étvágyat hozzá! Jó étvágyat, próbálják ki, és a receptet természetesen megtalálják majd a gyöngyösi újságban.